Üdvözlöm a Nyugatpontú olvasóit, Szombathelynek már fitness magyar bajnoka is van. Tudod, Dániel most készült az IFBB világbajnokságra. Eljöttünk hát az Öntudás Sportcentrumba, hogy elcsípjük az egyik edzését. Világbajnokságra készülsz, menjünk a magyar bajnokságot, mennyi idő munkája életbe, vagyis hogy mennyi ideje foglalkozol testépítéssel? Ez nem testépítés, hanem fitness. Tehát itt ez a két kategória, ez itt külön van mondva. 8 éve edzek, 2 éve versenyzek a fitness kategóriában. Én úgy érzem, hogy összesen most éred be a sok eredmény munkája. Heti 6-ot edzek, 2,5 óra naponta. Hogyha ezt a 3 dolgot, az edzést, a pihenés és a táplálkozást felosztjuk 100%-ra, ebből az edzés minimum egy 30%-ot tesz ki, nagyon nagy hangsúly van a táplálkozáson, és ugye a pihenésen, hogy mennyire tud az ember szervezete regenerálódni, tehát ez nagyon sokkal fontosabb, mint maga az edzés. Nagy tortervés vadában állok, genetikán megengedés, kicsit vissza is élek ezzel, tehát hogyha nincs diét, akkor napi rendszerességgel a torta az minden nap bejátszik. November 13-án lesz majd a világbajnokság. Mennyire kell előtte, akár mondjuk így heteket nézve, jobban odafigyelni a táplálkozásra, jobban pörgetni az edzést? Igazából nem tudtam semmit lazítani, mert az előző években mindig volt egy fél év, 8 hónapos szünet a két verseny között, kicsit lehetett lazítani, és akkor utána kezdtük a felkészülést. Ugye most 5 hét állt rendelkezésre, tehát a magyar bajnokság után pár napot megengedtem egy kis lazításra, és utána ugyanúgy kezdtem a felkészülést, tehát inkább valóban folytattam a diétát. Még minden sportág gondolom ez is költséges, ki az, aki segítségedre van, vannak egyébként szponzorok, akik támogatnak. Hát különösképpen, akinek óriási köszönetet szeretnék mondani, az Botfa Bálint, és ezen belül a Melkolitinek, a Lácoknak és a Botitimnek, de szeretném megemlíteni még Pölci Péter barátomat, aki is az edzésben és a táplálkozásban nagyon sok segítséget nyújt.